Káré Bézli, sziasztok, zsíros deszka vagyok, jópi popi, bestük oda költi jópi popiságnak. Na most lehet feltenni a kérdést, hogy ez hülye, és jogosan jöhet rá a válasz, hogy az biza. A videónak a lényege, odakint esik az eső, vagyis hát ja, szemerké, néha jobban esik, se többi. Szerettem volna egy motovlog keretein belül ezt a videót elkészíteni, de mivel, hogy az időjárási viszontagságok ezt nem engedik meg, így aztán maradt a Studio vlog. Hogyha emlékeztek a szurkálózós figurára, amiről készítettem egy videót, azt hiszem, hogy egy vagy két hónapja, nem emlékszem pontosan. Itt a környékünkön volt egy szurkálózás, csak így nagyon tömöröm körbe írom, és akit leszúrtak, meghalt, aki kiszúrt, az elmenekült, és nagyjából ennyit tudtunk, aztán ugye jöttek a rendőrök, még a szántóföldünkre is felmerészkedtek, tehát velük is egy picit beszélgettünk, nem sok minden derült ki, most viszont egy pár dolog azért kiderült, és nagyon rövidre fogom fogni, elkapták a fickót, kiderült, hogy 22 vagy 23 éves, Barátok voltak, tehát ez nem úgy néz ki, hogy egy ismeretlen valakit csak úgy spontán hátulról teli szúrt. Marihuána üzletelésén kialakult incidensről van szó, szóval gondolom én, hogy a money, money, money nem úgy jött össze, ahogy kellett volna, ja, tehát elszámolási gondok, és nagyjából ennyi derült ki. Tehát ezek az információk amiket leközöltek, na most innen már lehet úgy azért következtetni, hogy mit kereshettek ugye a rendőrök. Menekülés közben e, ugye mi az, amit eldobhatott a figura. Aztán nagyjából ennyi. Tehát egy 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 egy, egy drogkereskedő e, csoportnak a, a, a valamilyen anyagi incidensén kialakult uh, szurkálózásról van. szója, szóval, a srácot egyébként, hogy miért kapták el, megint csak valami illegális dolog van, mert ezt, ezt sem közölték le, lényeg az, hogy, lényeg az, hogy valami illegális uh, dolog kapcsán kapták el, semmi köze ehhez a szurkálózáshoz, aztán a rendőrségen, vallott, vagy kicsavarták belőle, vagy mit tudom én, vagy, vagy valamilyen bizonyítékok előkerültek, ami összeköttetésbe jött ezzel az ügyjel kapcsolatban, ezt se tudhatjuk, de lényeg, ami lényeg, hogy hát nem hinném, hogy, hogy nagyon gyorsan ki fog jönni a sitről, amivel, hogy ugye egyik az, hogy emberölés, aztán drogkereskedés, tehát itt, itt ugye külön-külön vádakat fognak emelni ellene, aztán amivel elkapták most ugye Csibában, az is ugye Csibában kapták el, itt van tőlünk kb. 100 kilométerre, és még ki tudja, hogy hány, hány dolgot vallott be, vagy, vagy fogalmam nincs, de az biztos, hogy nem holnap után fog kijönni a sitra. Ez azért lényegében úgy megnyugtatja a, legalábbis itt a környéken élőket, tehát ja, azért úgy eléggé bizonytalan olyan körülmények közt élni, hogy vannak a környéken, hogy most akkor a, aki szúrt, az itt lakik a környéken, miért szúrta le azt, akit leszúrt, tehát hogy csak úgy, úgy az információk hiányában lenne az egy ilyen bizonytalanság, hogy csak egy ilyen spontán őrült szurkálóról van szó, aki majd leszúrhat téged is, amikor mész bevásárolni, vagy egyáltalán nem erről van szó, tehát így azért már így, így az emberek megnyugodhatnak, hogy kiderült, hogy nagyjából miről van szó, és lakat alatt van a figura. Úgyhogy nagyjából ennyi lenne a videó, remélem, hogy egy lájkot Üdv. beszíroztok, és azt is remélem, hogy találkozunk a következőben. Sziasztok!